Használt babakocsi hirdetéssel vert át az áldozatait a Fejér megyei Sárkeresztúron élő nő. Az ország több távoli településén is éltek áldozatai. A módszere egyszerű volt, a babakocsi árát előre elutaltatta, a vevő viszont hiába várta a futárt. A csalónak esze ágában sem volt elküldeni a megvett terméket. A nőt végül Tolna megyei nyomozók fogták el. Az ügyben a tamási rendőrkapitányság indított eljárást, ahol megállapítást nyert, hogy a sárkeresztúri nő legalább 5 személynek adta el a babakocsit oly módon, hogy annak vételárát a személyek neki átutalták, ő azonban babakocsit nem küldte el a jogos tulajdonosának. Hasonló esetből egyre több van, mert folyamatosan nő az interneten bonyolított vásárlások aránya. A rendőrség szóvivője szerint viszont egy kis odafigyeléssel könnyen elkerülhető, hogy ilyen csalók áldozatává váljunk. A legeslegfontosabb az, hogy amikor az interneten vásárolni szándékozunk, akkor mindig kérjük meg az eladót arra, hogy egy saját maga által készített fotót küldjön el nekünk az adott tárgyról, legyen ez ruhadarab, használati tárgy vagy akármi más. Hasonlóan fontos, hogyha magánszemélytől rendelünk, akkor semmiképpen se utaljunk előre pénzt, ragaszkodjunk az utánvétes fizetéshez. Ha pedig ezek ellenére is átvernek valakit, akkor lényeges, hogy a csomag felbontása után azonnal tegyen feljelentést személyesen vagy a 112-es segélyhívón, hogy a rendőrök minél előbb elkezdhessék felderíteni az ügyet.